Az alapozás zárásaként vonultak edzőtáborba a hétvégére a Vértesi Tömegsport Egyesület karatékái. Bőke Béla Szenszejt és tanítványait szombat délután látogattuk meg. Péntek délután kezdtünk egy általános küzdőjellegű edzéssel, aztán reggel futás, délelőtt zsákmunka, illetve erősítés, itt már a gyors erőjé volt a hangsúly és a főszerep, és most pedig küzdőedzésre fog sor kerülni. Holnap ismét futással folytatják a fiatalok, és délelőtt még lesz egy rövid zsákmunka, illetve még egy kicsit a gyors erő tartományba terhelünk. Az edzőtáborban az egyesület meghívásának elegettéve a Jászberényi Jakuzák Sport Egyesület tagjai segítették a fiatalok munkáját. A hét elejétől pedig a versenyekre való felkészülésé a főszerep. Február 26-án felnőtt magyar bajnokság. Itt két versenyzőnk indul a felnőtt magyar bajnokság küzdelemben. A Dezső Kata, hogy neki a címvédés a cél, illetve a Hortobágyi Kristóf, aki élete első felnőtt magyar bajnokságán fog részt venni, illetve formagyakorlatban a Fekete Panna, aki juniorként fog a felnőttek mezőnyébe szerencsét próbálni. A felsorolt versenyzők mellett a juniorok között fog indulni Kántor Viktória és Kulcsár László, valamint néhány versenyző a márciusi diákolimpiákra készül. A Vértesi Tömegsport Egyesület Kyokushin karate szakosztálya minden érdeklődő és jelentkező számára lehetőséget biztosít, legyen szó akár a szabadidős tevékenységről, vagy versenysportról.